Új ügyfélkapcsolati csatornát indította a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. A kezdeményezésnek köszönhetően akár videóhívással is el lehet intézni az e-matricával és pótdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket. A Rákosmente Kft. 2024-ben is folytatja a fejlesztéseket a 17. kerületben. Középpontban az infrastruktúra és a közösségi terek, új parkok, úthálózat építése, javítása és környezettudatos projektek kialakítása. Szépkorú köszöntés! A 90 esztendős dr. Bene Andrásnét látogatta meg a napokban dr. Füzesi Péter alpolgármester. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Elindult a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT új ügyfélkapcsolati csatornája, melynek igénybevételével akár videóhívással is lehetségessé válik az e-matricával, valamint pótdíjfizetéssel kapcsolatos ügyletek intézése. Az új rendszer a nemzetiútdíj.hu weboldalon a videóhívás gombra kattintva érhető el hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Célja pedig, hogy az idő- és energiatakarékos elektronikus megoldások is elterhetessenek a lakosság körében. A szolgáltatás legfontosabb tudnivalóit Marcin Bence, a NUZ ZRT kommunikációs igazgatója foglalta össze. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT még 2023 nyarán a vásárlók igényéhez igazítva kezdte el átalakítani ügyfélszolgálati tevékenységét, melynek egyik legfontosabb célja, hogy a személyes ügyintézés helyett egy gyorsabb és kevésbé időigényes elektronikus módszert szolgáltasson a lakosság részére. Ennek a törekvésnek köszönhetően indulhatott el a közelmúltban az új ügyfélkapcsolati csatorna. A napjainkban a digitalizáció egyre fontosabb szerepet játszik, és ezt a társaságunk, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT is felismerte. Ennek kapcsán folyamatosan fejlesztjük a digitális szolgáltatásainkat, és úgy gondoltuk, hogy szükség van egy olyan felületre, ahol az e-matrica ügyeket az ügyfeleink viszonylag könnyen, rugalmasan tudják intézni. A döntés a videós ügyfélszolgálatra esett. A rendszer tesztelése tavaly évvégén vette kezdetét, és az első 6 hónapot követően az ezzel kapcsolatos adatok arra engedtek következtetni, hogy nagy népszerűségének örvendett az újítás az ügyfelek körében, tette hozzá a kommunikációs igazgató. A szolgáltatás a NUZ ZRT hivatalos honlapján, a nemzetiútdíj.hu weboldalon vehető igénybe, videóhívás indítására, valamint fogadására alkalmas eszköz segítségével. A videóhívás gombra kell kattintani az ügyfélnek, aki ezt a szolgáltatást szeretné használni. Ezt hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között magyar nyelven tudják igénybe venni. Ezt a szolgáltatást olyan eszközzel lehet igénybe venni, amely videóhívásra alkalmas, rendelkezik kamerával, hangszóróval és mikrofonnal. Lehet ez például egy mobiltelefon, számítógép, laptop, akár egy tablet is. A videós csatornán főként olyan ügytípusokat lehet elintézni, melyek az e-matricához kötődnek, mint például a vinyetta átírása egy másik járműre, a vásárlás során tévesen rögzített rendszám, illetve felségjel javítása, vagy a pótdíj kedvezmények igénybevétele. Ezeknek az ügyleteknek a lebonyolításához azonban elengedhetetlen a személyes dokumentumok megléte. Az ügyintézéshez jellemzően szükség van az autópályamatricával kapcsolatos ellenőrző szelvényre. Ha pótdíjat intéz az ember, akkor rendszámra, a pótdíjazonosítóra, akár hogyha a járművel kapcsolatosan intéz ügyeket, akkor például átírást, akkor az új jármű forgalmi engedélyét, akár a régi jármű forgalmi engedélyére is szükség lehet. Tehát alapvetően olyan igazoló dokumentumok, amelyek a járművet, az ügyfelet, illetve az autópálya matricát beazonosítják. Marcin Bence végezetül elmondta, hogy bár az újonnan bevezetett formátumon keresztül egyre több szolgáltatás vehető igénybe, vannak azonban olyan ügytípusok, amelyek az eddig megszokott, hagyományos eljárásrendben teljesíthetőek. Ilyen például az e-matrica megvétele, valamint lekérdezése. A Rákosmente Kft.-t 2007-ben alapította a Rákosmente önkormányzata azzal a céllal, hogy egy olyan szervezetet hozzon létre, amely a helyhatóság által kötelezően elvégzendő és önként vállalt közfeladatokat nagyfokú szakértelemmel, precizitással látja el. A társaság 2024 első felében számos fejlesztést valósított meg a 17. kerületben, összpontosítva az úthálózat és a közösségi terek modernizálására, valamint környezettudatos projektekre. Az elvégzett tevékenységek sorát Fehér Károly ügyvezető ismertette.
A Rákosmente Kft. Jelentős beruházásokkal és fejlesztésekkel járult hozzá a kerület fejlődéséhez a 2024-es esztendő első fél évében. A társaság tevékenységei a közösségi terek modernizációját, az infrastruktúra fejlesztését és a környezetvédelmi intézkedéseket egyaránt magukba foglalták, mondta el Fehér Károly ügyvezető. A magas építésben és az intézmények tekintetében is több fejlesztés elindult, vagy már végrehajtottuk. Az első fél évben inkább az utak, önkormányzati utak javítását, építését láttuk el. Itt közel 1 milliárd forint értékben történt út karbantartás, javítás, akár egy aszfaltozással, kopó réteg cserével, akár kátyúzással, vagy a földutaknak a stabilizálásával, martaszfalterítéssel. Ez egy nagyon jelentős munka volt, több halvállalkozó is részt vett ebben a munkában. A cég munkája nyomán új parkok és játszóterek létesültek, a meglévő zöld területeket pedig teljes körűen felújították. Ezek a terek a kerület lakói számára több lehetőséget biztosítanak a szabadidő aktív eltöltésére és a kikapcsolódásra. Maguk a beruházások pedig nem csak a pihenést szolgálják, hanem a közösségi élet fellendítését is elősegítik. Zöld felületen is dolgoztunk, főleg a játszóterekre gondolok. Több eszközt telepítettünk vagy cseréltünk, illetve újítottunk fel. Például az edetéren egy új csúszdát a megújult sportkomplexum mellett a játszótéren, ott is kicseréltük. Úgyhogy nagyon sok mindent letettünk az asztalra, azt gondolom idén is sikeresen, és ezt folytatjuk még. A Rákosmente Kft. A jövőben is folytatni kívánja a korszerűsítéseket. A terveik között újabb zöld területek kialakítása szerepel, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése, hogy még élhetőbbé tegyék a 17. kerületet, tette hozzá Fehér Károly. Rákosmente önkormányzata hosszú évek óta felköszönte a kerület 90, 95 és 100 esztendős polgárait. Július 23-án dr. Bene Andrásné ünnepelte 90. születésnapját, amely alkalomban dr. Füzesi Péter alpolgármester adott át számára egy csokor virágot, továbbá egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevelet. Irénke néni 6,5 éve él a Svejcer Albert református szeretett otthon Rákosmenti telephelyén. Július 23-án a 90. születésnapját ünneplő dr. Bene Andrásnét köszöntötték a Svejcer Albert református szeretett otthon Rákosmenti telephelyén. A születésnapi összejövetel keretében a családtagok, az intézmény lakói és munkatársai mellett dr. Füzesi Péter alpolgármester is átadta jó kívánságait Irénke néninek. Ahogy betélek az intézmény ajtaján, akkor egyből egy jó érzés fog át, egy jó lelkület, és hogy Irén mamát is hallottam, hogy milyen hálával van és milyen örömmel az elmúlt esztendőkért, megerősítik bennem tényleg, hogy itt milyen csodálatos közösség van. Dr. Füzesi Péter alpolgármester egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevéllel, illetve egy nagy csokor virággal köszöntötte a szépkorú hölgyet. A debreceni születésű dr. Bene Andrásné korábban Szentendrén élt, hosszú évekig bankvezetőként dolgozott. Egy fia, két unokája és 4 dédunokája született. Amint azt elárulta, látásának elvesztését követően gondolatai gyakran rímekbe szedi, versekbe foglalja, melyek közül egyet az őt ünneplő közösségnek is elszavalt. Ne panaszkodj, ha gyötör fájdalom érzet. Krisztus a keresztfán még többet szenvedett. Nékem is elvette 2 szemem világát, de adott helyette belső látást. Az ünnepel továbbá kifejtette, véleménye szerint miben keresendő a hosszú élet titka. Mindenkihez igyekeztem jó lenni, szeretetteljes, és amit mondtam, hogy becsületesen élni. Édesapám a katona volt, hivatásos katona, és katonai nevelésbe részesültem, tehát nagyon fegyelmezetben. Annak ellenére, hogy én egy ugri-fügri gyerek voltam, nagyon. És azt mondta édesapám, Irénke, te először mindig cselekszel, aztán gondolkozom. És ez így ment el egész a vaksámogómig, most van már, hogy előre muszáj gondolkoznom, mindent kigondolnom, és aztán cselekednem. Szóval mondom, az
a titka annak, hogy így tartom magamat, a fegyelmezett tartás, és 25 éve alójét iszom. A köszöntés zárásaként Irenke néni a családtagoknak, vendégeknek és az intézmény munkatársainak társaságában fújta el a gyertyát a születésnapi tortán. A túlzott napfény ártalmas is lehet, különösen bőrünk számára, az UVA és UVB sugarak ugyanis egyaránt károsak. Előbbi a bőr korai öregedéséért, utóbbi pedig a leégésért, valamint a bőr rosszindulatú daganatainak kialakulásáért felelős. Bőrünk egészségének megőrzése érdekében fontos a bőrgyógyászati szűréseken való rendszeres részvétel, illetve a jó minőségű fényvédő termékek használata. A témával kapcsolatosan dr. Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa adott bővebb tájékoztatást. A bőrre ható napfény nagy részét az UVA és UVB sugarak jelentik, melyeknek egyaránt léteznek káros hatásai. Előbbi a bőr korai öregedéséért, utóbbi pedig a leégésért, valamint a bőr rosszindulatú daganatainak kialakulásáért felelős. Dr. Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa elmondta, a Magyar Dermatológiai Társulat májusban elindított kampánya egyebek mellett a melanóma megelőzésére hívja fel a figyelmet. A prevenció első lépése az UV-sugárzás elleni védekezés, amelynek érdekében az esztétikai célból történő napozás mellőzésével, továbbá különböző fényvédő készítmények használatával tehetünk a legtöbbet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy patikában kapható, jó minőségű, prémium minőségű fényvédőt válaszunk. Az, hogy ez most krém, kenőcs, spré, hab, bár nagyon sokféle textúra létezik, az egyéni igénynek megfelelő. A kémiai fényvédők azt jelenti, hogy a bőrre felvisszük, az beszívódik, és ott fejti ki a hatását. A fizikai fényvédő az egy fehér réteget képez a bőrön, elsősorban gyerekeknél szoktuk javasolni, hogy a fél éves korig nem visszük a babát direkt fényre. Fizikai fényvédő szó szerint fizikai törvénynek megfelelően egy réteget képez, és onnan visszaveri a sugarakat. A szakember hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik továbbá a korai felismerés is, ugyanis nélkülözhetetlen, hogy tisztában legyünk a bőrünk különböző elváltozásaival. Hát havonta egy 15-20 percet töltsünk azzal, hogy a meglévő anyajegyeinket megvizsgáljuk, nem változott-e. Ugye kétféle módszer van, ami egy kicsit régebbi, ez az ABCD szabály, aszimetria, a B a border, a határ, a C a color, a szín, illetve a D a diameter, az átmérő, hogy ezek bármelyike változik, akkor az figyelemfelhívó. A másik mostanában, és egy kicsit talán könnyebben megérthető, vagy könnyebben átmehet a köztudatban, ez a root kiska modell, hogy minden anyajegyünk egyforma, és egy valamelyik, na ez eltér a többitől. Ez is egy figyelemfelhívó lehet. Tehát ez a korai felismerés, a harmadik pillér pedig az adekvát kezelés, mert kezelhető a melanóma, csak ugye megelőzni sokkal könnyebb, mint kezelni. A fényvédő készítményeken kívül a megfelelő ruházat és védelmet nyújthat a napkáros sugarai ellen, ugyanis egy széles karimájú kalap vagy a bőrfelületet eltakaró ruhadarabok viselése is megóvhatja bőrünket a napégéstől. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Rákosmente Budapest legnagyobb zöld felülettel rendelkező kerülete, a köztéri faállomány folyamatos gondozását pedig az önkormányzat által üzemeltetett Rákosmente Kft. Végzi el. Az évszakra jellemző időjárás okán a növények ki vannak téve a kiszáradás veszélyének, ezért a lakosság segítsége is fontos az öntözésben. A témával kapcsolatban Rózsányi Péter környezetvédelmi tanácsnak adott bővebb tájékoztatást. A több más feladatot ellátó, ám a zöld felületek fenntartásával egyaránt megbízott Rákosmente Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a 17. kerület közterületi faállományának öntözését. A növények kiszáradása elleni küzdelemben azonban az ingatlan tulajdonosoknak szintén fontos szerepük van. A folyamatos vízutánpótlás ugyanis főként a nyári időszakban nélkülözhetetlen. Utalt rá Rózsányi Péter, környezetvédelmi tanácsnok. A legjobb, hogyha esővízzel öntöznek, saját gyűjtésű esővízzel, és a legjobb, hogyha a hajnali órákban teszik ezt, amikor a legkevesebb a párolgás, illetve a kelő nap sugarai még nem tudják
nagyító lencseként használni a vízcseppeket és megégetni a levélzetet. Láttam már nem egy olyan kis facsemetét, amelynek megégtek a levelei ilyen módon. Tehát ne is este, hanem hajnalban, minél korábban, 5-6 óra felé végezzük az öntözést. A kiszáradási fenyegetettség szempontjából leginkább kritikus területeknek azok számítanak, melyeknél a talajviszonyok kedvezőtlenek, valamint ahol a napsugárzás mértéke is intenzívebb. A környezetvédelmi tanácsnok hozzátette, a saját kertünkben lévő növényzet életben tartása mellett érdemes a közterületeken található állományra is figyelmet fordítaniuk azoknak, akiknek van erre ideje és lehetősége. Valakinek nem csak a saját kertje növényeire jut figyelme és ideje, hanem arra is, hogy a közterületen, háza előtt, a közelében, nemrégiben ültetett fákra tud hetente mondjuk 2x1 vödörnyi, 2x20 liternyi vizet, esővizet locsolni. Nagyon szépen megköszönjük, sosem elég ez a mennyiség. Biztos, hogy a kollégáink által végzett nagymértékű és sűrűbben végzett locsolás mellé még elfér ez a segítség. Valaki kiszáradt vagy sérült fát észlel valamely köztérnek számító helyszínen, jelezheti annak pontos helyét Rákosmente önkormányzatának, környezetvédelmi irodájánál, illetve elektronikus formában a környezet@rakosmente.hu e-mail címre küldött üzenetben. Idén is ingyenesen ivartalanítja a 17. kerületben élő polgárok lakcímén regisztrált eveket Rákosmente önkormányzata és a Vigyél Haza Alapítvány. A december végéig tartó akcióval több ezer nem kívánt kutya megszületése előzhető meg. Rákosmente önkormányzata 2022. decemberében indította el ivartalanítási programját, mely azóta is rendszeresen meghirdetésre kerül a 17. kerületben. Napjainkban nem csupán az utcán kóborló ebek jelentenek súlyos problémát, hanem a felelőtlenül szaporított állatok évről évre hatványozódó száma is aggodalomra adhat okot. Évente több száz kölyök kutyát próbálnak sikertelenül örökbeadni azok a tulajdonosok, akik nem ismerték fel időben az ivartalanítás fontosságát, pedig ezzel az eljárással megelőzhető, hogy tovább gyarapodjon a menhelyeken gazdára váró négylábúak száma. A Vigyél Haza Alapítvány összefogásával és az önkormányzat összefogásával kaptunk 100 kupont, kapunk most már a harmadik éve 100 kupont minden évben. Nagyon sajnos az a szomorúság benne, hogy lelassult az ez iránt érdeklődése a kutyás gazdáknak, nem győzzük motiválni, főleg a behozott kutyák gazdáit, akik jelentkeznek, értük, hogy de van egy ilyen program, akár nálunk a képzési területen, amikor behoznak egy ivaros kutyát, de folyamatosan hirdetjük, jelezzük, akkor az előző évről megmaradtat áthozzuk a következő évre, tehát nem veszik el. Nagyon biztonságos azzal a állatorvosi csapattal, akivel kötötte a Vigyél Haza Alapítvány a szerződést ez ügyben. Nagyon szépek az ivartalanítások, az utánuk a hegek, a sebek, és tényleg egy nagyon-nagyon gondos ellátást kapnak a kutyák. Mint Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány szóvivője elmondta, az eljárás segít megelőzni bizonyos egészségügyi problémákat, például különféle daganatos megbetegedéseket is. Mi ugye állatvédők legfontosabb a nem kívánt szaporulat mellett lobbizunk az ivartalanítással, de ugye egyébként rengeteg kényelmi és egészségügyi szerepe is van, hiszen hogyha a szugakutyákat nézzük, akkor nem fognak tüzelni évente kétszer, sőt most már sokan háromszor is tüzelnek, hogy gyakorlatilag alig van tél. Ha a kankutyákat nézzük, akkor nem fog útnak indulni egy jó csaj után, sokkal jobban lecsökken a szökések száma, az ebből történő atakok esetleg más kankutyákkal, de bizony egészségügyi része is van, hiszen a hereddaganatok, a prostatarák, a kanok esetében, illetve a nőstény kutyáknak emlődaganat, petefészek, méhgyulladás, petefészek daganatok, ezek vezető halálozási okok az állatoknál. Az ivartalanítás kulcs szerepet játszik a felelős állattartásban, mivel segít csökkenteni a kontrollálatlan szaporodást, ezzel együtt a hajléktalan kutyák számát is. A programra a 17. kerületi lakcímre bejelentett ebek tulajdonosai, a polgármesteri hivatal 061-253-3425-ös telefonszámán, vagy az állattartás@rakosmente.hu e-mail címen jelentkezhetnek.
A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!